egy nemzetközi együttműködés keretében támogatást nyert a Szabadkai Vízmű arra, hogy együttműködjön a budapesti vízművekkel. Nagyon értékes tapasztalatokat tudunk átvenni a budapesti vízművek munkájából, és ez egy másfél éves program, amely keretében alkalmunk nyílik megismerni azokat a korszerű eljárásokat, rendszereket, amelyeket a ma már az Európában fejlett vízművek alkalmaznak. Nagyon örülünk annak, hogy a budapesti vízművek erre partnerek lettek, hisz a szabadkai vízművek sokkal kisebbek és elmaradottabbak egy budapesti vízművekhez képest. Ezért fontos nekünk, hogy tulajdonképpen lássuk, hogy korszerű rendszerekkel, illetve korszerű berendezésekkel és egy átszervezéssel hogyan lehet fejleszteni a szolgáltatásainkat. Nekünk mindig is a fogyasztó a központ, hisz a fogyasztónak a szükségleteit kell oly módon kielégíteni, hogy minél kevesebb problémában ütközzünk. A probléma megoldásokat, illetve maga a rendszereknek az ismeretére nagy szükség van, hisz nagyon sok dolgozunk, évek hosszú során dolgozik itt ebben a vízművekben, és mondjuk már régen befejezték tanulmányaikat, és a gyakorlatban viszont nem tudtunk úgy tovább lépni, illetve fejlődni, ahogyan az elvárás lenne. Természetesen ennek több akadálya van, elsősorban a pénzügyi akadályok miatt is nem tudunk oly módon lépést tartani a fejlődéssel, de ez a program keretében lehetőség nyílik rá, hogy körülbelül másfél évig folyamatosan együttműködve, egymást meglátogatva, különféle műhely munkákon keresztül, illetve akár technikai segítségnyújtás keretében megismerjük ezeket a rendszereket. Nekünk fő feladatunk az, hogy kidolgozzunk olyan rendszereket, amelyet tulajdonképpen ellenőrizni tudjuk a munkafolyamatoknak a minőségét, mennyiségét, hogy olyan helyzetekben, amelyek ilyen hirtelen bekövetkezett meghibásodásoknál, illetve bármi nemű károknál hogyan reagáljanak a mi csapataink, amikor kimennek a területre. Ezekre kapunk útmutatásokat, illetve módszereket. Egy hete, hogy itt van a budapesti vízműveknek egy egysége, amely különösen avval foglalkozik, hogy a vízveszteségeket állítsuk le a rendszereinkből. Erre vannak nekik korszerű berendezéseik, és egy héten át a saját munkatársainkkal együtt tulajdonképpen a mi rendszereinket is átvizsgálták, illetve megmutatták, hogy hogyan kell ezekkel a korszerű gépjárművekkel, illetve informatikai berendezésekkel olyan adatokhoz jutni, amit most mi jelen pillanatban még nem tudunk elérni. De viszont tudni kell, hogy a tudomány, illetve a technológia halad előre, és ezt nekünk követni kell. Tehát lehet látni azokat a lehetőségeket, amelyeket nekünk is meg kell célozni. Jelenleg itt a legújabb vízveszteség elemző gépkocsinkkal dolgoztunk. A vízveszteség elemzésnek a lényege, hogy egy lezárt hálózat részbe a gépjárművön keresztül tápláljuk be a vizet, mérjük a betáplált víz mennyiségét. Ezeket a méréseket éjszaka végezzük, keresjük az adott területnek az éjszakai minimumát. Amennyiben az éjszakai minimum értéke eléri a nullát, ugye az adott hálózat részen nincsen hiba, amennyiben a betáplált víz mennyiség ettől eltérő, ugye az adott területen az a mennyiséget eltérő hiba van. Az éjszaka kimért hibákat nappal elektroakusztikus műszerekkel keressük meg. Először érintő mikrofonnal lejárjuk a területet és véghallgatjuk a szerelvényeket. Amennyiben hiba hangot hallunk, pontosítjuk a hiba helyét, és a pontosított hiba helyére még talajmikrofonnal ráhallgatunk. A gépkocsihoz még nyomvonalazó műszerek tartoznak, amiben mind fémes, mind nem fémes vezetékek nyomvonalát meg tudjuk határozni. A fővárosi
vízművekkel, azaz a budapesti vízművekkel aláírt együttműködési megállapodás keretein belül egy 14 hónapos technikai, többek között technikai segítségnyújtásra került sor, amelynek ezen szakaszán két dolgot vizsgáltak, illetve két dolgot mutattak be a budapesti kollégák. Az egyik dolog ugye az a szivárgás keresés a vízvezetékhálózaton. A szivárgás keresés azt egy ilyen speciális, hát elektroakusztikus technológián működő berendezéssel végeztek, ami hát részletében azt jelenti, hogy a mögöttem látható gépjárműben egy vízóra helyezkedik el, és a szivárgás keresést úgy végezték, hogy ezt a vízórát rákapcsolták a mi meglévő vízhálózatunkra. Lezártunk egy egész blokkot ugye a vízvezetékhálózaton, és ezen az úgynevezett blokkon, vagy nevezzük inkább szakasznak, az ivóvízellátása ezen a gépjárművon keresztül történt. Tehát azt jelenti, hogy minden fogyasztást, amit a fogyasztók elfogyasztottak, minden fogyasztást ezen a gépjárművön keresztül mértek. A méréssel elsősorban megállapította kezdetben egy összvízvesztességet, és nem csak ez volt a cél, hogy megállapítsuk az összvízvesztességet, hanem hogy le is szűkítsük ezt a kört, és megnézzük a pontos helyét ugye a vízvesztességnek, mivel hogy ennek a berendezésnek ez a lényege, hogy megtaláljuk azokat a helyeket, ahol szivárgás, illetve vízvesztesség van, és azokat megfelelőképpen szanáljuk, kijavítsuk, amennyiben lehetséges. A másik terület, amit itt bemutattak, az az úgynevezett ilyen 3D-s georadar, amivel ugye föld alatti ismeretlen vezetékeket lehet feltárni, illetve detektálni ezzel a berendezéssel. Fémes és nem fémes vezetékeket úgyszintén tudnak vizsgálni, illetve nem csak a saját vezetékünk lokalizálása volt a cél, hanem sok esetben nem tudjuk, hogy a mi vezetékünk közvetlen környezetében milyen más vonalas infrastruktúra helyezkedik el. Ez főleg ugye a javításoknál, illetve a berendezéseknél fontos. Tehát ennek a célja a vízvesztességmérésnek nem csak az, hogy lokalizáljuk, kijavítsuk. Vannak bizonyos előfeltételei is annak, hogy vízvesztességet hatékonyan mérjünk. Az előfeltételek pedig az, hogy a vízvezeték hálózat egy bizonyos szinten legyen. Ugye természetesen egy nagyon-nagyon előregedett vízvezeték hálózaton először a hálózatot kell rendbe rakni, és csak azután beszélhetünk vízvesztesség keresésről, mivel ugye amennyiben a hálózat nincs megfelelőképpen előregedett, abban az esetben ugye elsősorban azt kell kijavítani, kicserélni, és csak utána lehet effektíven vízvesztességet keresni, és akkor beszélhetünk effektív ilyen vízvesztesség keresésről.